Aszta, te hogy tudsz facebookozni a sulis neten? Ez le van tiltva. Miért nem dobsz fel egy VPN-t? Na, láttad, milyen képet tett fel magáról Fanni az Instára? Nem, a mobilnetem elfogyott. Itt a suliba meg le van tiltva az Insta. Teljesen el vagyunk zárva a külvilágtól. Én is a sulis wifi-n lógok, de indítottam VPN-t. Azt elfelejtették letiltani. Mi az a VPN és mit tud? Ha van VPN alkalmazásod telepítve, az egy csomó dologra jó. Megvéd a közbeékelődéses támadás ellen, és elrejti, hogy mit nézel meg. Várj, még egyszer lassabban érthetően. Mi ez? Egy másik internet elérés? Amikor az otthoni, jelszóval védett hálózatodhoz csatlakozva netbankolsz, az adataid biztonságban vannak. A routered és közted minden adat titkosítva halad tovább, így a rossz arcú hackerek hiába is szerzik meg az adatokat, nem tudnak mit kezdeni vele. De mi van akkor, ha nem otthon vagy, és csak nyílt hálózatra tudsz csatlakozni? A nyílt hálózatokon az adatai titkosítás nélkül mennek át, így a böngészés során megadott jelszavak megszerzése gyerekjáték. Ha ilyen kapcsolaton keresztül lépsz be a netbankodba, könnyen baj lehet belőle. Itt jön a képbe a virtuális privát hálózat, a VPN. A telepített alkalmazásod és a VPN szerver pótolják a titkosítást. Képzeld el úgy, mintha egy alagutat építenének fel egymás között. A netbankod így nem közvetlenül, hanem a VPN szerveren keresztül éred el. De ne felejtsd el, hogy minden adatod átmegy rajtuk, és simán vissza is élhetnek velük. Ezért mindig olvass utána, hogy a szolgáltató hogy áll olyan kérdésekhez, mint a titkosítás, a naplózás és az adatok megosztása harmadik féllel. Például eladja a reklámcégeknek. Hú, nem mondom, hogy mindent értek, de az átjött, hogy töltsek le egy ilyen appot. Melyiket ajánlod? Ha csak meg akarsz nézni egy-két dolgot a neten, arra tökéletes az Opera VPN. Oké, nézem, töltöm. Player ruház, Opera VPN. Ez az? Jaja. Nagyon viking, lejött. Ez itt csak döglik. Most mi van? Rányomsz a Connect gombra, és már csatlakozik is a kiszolgálóhoz. Mi ez a Change Region, és mi ez a német cucca vikingen? Ez mutatja, hogy most melyik ország szerverén keresztül netezel. Most minden weboldal azt látja, hogy Németországban vagy, de villámgyorsan elköltözhetsz az USA-ba is. És hogy tudom kikapcsolni? Az app menüjébe belépve csak elhúzod itt ezt a csúszkát jobb felül. Kikapcsolva. És mikor érdemes használni? Ha nyilvános hálózaton vagy, akkor mindig. De a jelszóval védett szállodai wifi-n is érdemes védekezni, ha azt túl sokan használják. Ez egyre bonyolultabb. Nincs valami egyszerűbb megoldás? De. Menj vissza az Opera VPN-be. Van középen egy kis teljesen beszínezett wifi-jel. Nyomj rá. Itt menj a Test Wifi Security-re. B-t kaptam. Ez olyan, mint az amcsi sulikban az osztályozás. A-tól lefelé egyre rosszabb? Jaja, de látod, ki is írja, hogy unprotected. Jó, tehát ezen a hálózaton akkor kapcsoljam be. Pontosan. Megvan, kipróbálom, megye az Insta. Nyitom az appot és... ennél azért gyorsabban szokott betölteni. Igen, ennek az appnak ez az egyik hátránya. Ingyenes, de olykor lassú. Viszont nincs adatkorlát. Akkor ez a viking csak néhány dologban erős. Nem is mondtam. A haverom említette, hogy a területileg korlátozott oldalakon is nézhetsz videókat, tévét külföldről. Tök jó, akkor nyaralás közben is nézhetem a magyar csatornákat. Eddig az appok nem akartak működni. Ha kell a magyar szerver, akkor használd a Chip VPN-t. Az ingyenes változatban van adatkorlát, de viszonylag biztonságos. Ezek szerint az ingyenesből nincs tökéletes megoldás. Én nem tudok ilyet. A fizetős Express VPN mindent tud, de az éves díja 23 ezer forint. Oké, kösz a tippeket. Csak bekapcsolni se felejtsd el. Főleg nyilvános hálózaton, pláne, ha netes vásárlást intéznél. Képeket töltenél fel, Facebookra jelentkeznél be. És kikapcsolni sem, ha végeztem. Értem, köszi.